Három új alapképzés indulhat a következő tanévben a Nyíregyházi Egyetemen, az óvodapedagógus képzés, a közösségszervezés és a hivatásos repülőgép vezetői képzés akkreditációs eljárása folyamatban van, hangzott el a tájékoztatón. Újra lesz nemzetközi tanulmányok szak, a sportszervezés pedig sport és rekreáció szervezés néven fut tovább. Az osztatlan tanárképzésben 14 közismereti tanári szak indul 42 párosításban, így a leendő tanároknak van miből választaniuk. A természettudományos szakokat továbbra is szeretné népszerűsíteni az intézmény. A régióban lévő egyetemek egymással egyeztetik a képzési kínálatukat. Itt van Debrecen, itt van Miskolc, itt van Nyíregyháza, mind a három helyen elsőbben a tanárképzésnél közös szakjaink vannak, és azt egyeztetjük, hogy melyek azok a szakok, amelyek az egyes intézményben népszerűek, hogy ne vegyük el egymás hallgatóit, és hát, hogy a mesterképzésre is olyan intézménybe küldjük a hallgatókat, ahol van és közelben van. Tehát van egy ilyen intézmények közötti egyeztetés is. Tehát folyamatosan nézzük a felvételi jelentkezéseket, elemezzük a statisztikákat, hogy hova jelentkeznek a hallgatóink. Jelenleg közel 3900 hallgatója van a Nyíregyházi Egyetemnek, 2016-ban 1400 hallgatót vettek fel, most 2000 első helyes jelentkezőt várnak. 2017. szeptemberétől a Nyíregyházi Egyetemen 19 alapszakra várják a jelentkezőket, ahol a gazdálkodási és menedzsment, gépész és közlekedésmérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki szakon már duális képzésben tanulhatnak a hallgatók. Alapvetően ipari cégek, közlekedési vállalatok, illetve hát mezőgazdasággal foglalkozó cégeink vannak. Jelen pillanatban a 2017-18-as évre vonatkozóan több mint 20 partnerünk van már, és összesen 45 hallgató duális képzésére nyílik lehetőség, amennyiben lesz ennyi jelentkezőnk. A diplomások számára is hirdetnek mesterképzési területeket tanári és más szakon is, viszont a felsőoktatási szakképzések száma szűkült, például a csecsemő és kisgyermeknevelő szakképzés alapszakon lesz elérhető. A felvételi tájékoztató december 22-én nyomtatott formában már nem jelenik meg, a felvi.hu-n kell keresni a felsőoktatási intézmények képzési kínálatát. A Nyíregyházi intézmény nyílt napot tart december 6-án, ahol bepillanthatnak a leendő hallgatók az egyetem életébe. A felvételi jelentkezés határideje a már megszokott február 15-e.